Az utóbbi 4 évben ez már a 3. hasonló tragédia itt Újvidéken. Az éjjeli tűzesetben 6-an vesztették életüket, 3 fiú és 3 lány. Az áldozatok 21 és 29 év közöttiek, akik valószínűleg megfulladtak a füstben, illetve a mellékhelyiségben ragadtak, vagy oda menekültek a tűz elől. A szórakozóhely dolgozója, aki kamerák előtt nem kívánt nyilatkozni és neve elhallgatását kérte, arról számolt be, hogy az egyik toalettben rekedt áldozat telefonon kért segítséget barátnőjétől. A Vajdasági Klinikai Központ sürgősségi osztályán 2 személyt kezelnek még. Ők nincsenek életveszélyben. Zadržana su i lica koja su, to jest na ispitivanju su lica koja su u ovom objektu izvodila nekakav plesni performans, što ne znači da može biti uzrok. Az említett szemtanú arról számolt be, hogy röviddel a tűz előtt csillagszórót kaptak a táncos lányok, és szerinte ez okozta a tragédiát. Az áldozatok a mosdóban rekedtek, és feltehetően megfulladtak. A város vezetése április 4-éig gyászt hirdetett. Boris Tadić, Szerbia köztársasági elnöke, és Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.